Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm benneteket a mai cosplayes vendég beszélgetésünkön, aki nem más lesz, mint Angie Knight, aki ugye az egyik, egy nagy tapsot szeretnék kérni neki, ugye ő egy nagyon-nagyon híres magyar cosplayes, nagyon sokat figyel külföldre, úgyhogy aki szeretne tudni többet a karrierjéről, illetve hogy hogyan is zajlanak ezek a rendezvények, a meghívások, illetve mit is csinál a szabad idejében vagy a cosplayért, hogyan készít ki, akkor most itt lesz a lehetőség. Fogok én is kérdezni, illetve majd ti is kérdezhettek. Úgyhogy foglalj helyet. Sziasztok! Hú, hangos. Vagy csak mi halljuk hangosnak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan kezdődött, hogy melyik évben, ha még esetleg emlékszel rá, mert ez nekem is néha nehéz, hogyan csöppentél bele, és miért döntöttél úgy, hogy folytatod? Uha, így nagyon nehezen hallak, azt hallottam, hogy mikor kezdtem a cosplayezést. Hát igen, még emlékszem rá, azért nem volt olyan régen, hát körülbelül 14 éve volt, szóval azért az már életem fele. És hát hogyan kezdtem? Hát lényegében szerintem ugyanúgy, mint mindenki más, láttam, eljöttem egy animekorra, és akkor láttam, hogy ott az emberek beöltöznek. Aztán akkoriban jelent meg az internet, szóval kiszámolhatjátok, hogy milyen öreg vagyok. És akkoriban kezdtem el gyűjteni ilyen cosplayes képeket, mert nem tudom, hogy nekem ez még ilyen nagyon ilyen újdonság erejével számított, így 2008-ban, 2007-ben. És akkor így egyik nap arra ébredtem, hogy jaj, mi lenne, ha kipróbálnám, és végül is így kezdődött, szóval semmilyen extra történet nincsen mögötte, ezt szinte tényleg csak így hobbiból próbáltam ki, és hát nagyon megtetszett. És miért döntöttél úgy? Mert ugye sokan cosplayeznek, abba hagyják, tehát mi az, amikor ilyen, volt-e valami nagy változás, vagy mi hozta azt, hogy most ezt professzionálisan szeretnéd csinálni? Hát én a cosplayt amúgy nagyon szerettem, mivel ez egy olyan hobbi, ami szerintem nagyon sokfajta kreatív dolgot tartalmaz, szóval nem feltétlenül, hogy csak a varrásról szól, hanem aki mondjuk szereti a sminkelést, akkor így a sminkben tud kiteljesedni, vagy paróka készítésben, vagy páncél készítésben, szóval nagyon sok mindent összefoglal a cosplay, és nekem ez nagyon tetszett, mivel én mindig is kreatív ember voltam, sose voltam az a fajta tini, aki elment bulizgatni, hanem inkább az introvertáltabb típus, aki inkább hazament kraftolni. Szóval nekem ez így mindig is tetszett, és ezért se hagytam abba, mert hogy mindmikor így jártam rendezvényekre, akkor nagyon jó volt hasonló érdeklődésű emberekkel találkozni. Régebben még zsűriztem is, de versenyeztem is, és az adott nekem egy löketet, hogy azért nagyon jó volt színpadon lenni, nagyon jó volt a színpadon előadni, megmutatni, hogy nézzétek, ezt csináltam én. Szóval az első ilyen 3-4 cosplayes évenben nagyon sokat versenyeztem, és akkor nekem úgymond ez adott egy ilyen nagy löketet arra, hogy folytassam. Aztán ugye bejött a social media, hogy körülbelül én még, 2000... Bocsánat, én még emlékszem arra, ugye, amikor bejött a social media, és akkor kezdett mindenki Facebook oldalakat csinálni. Igen. És most lehet kijavíthatsz, hanem így van, de nekem egy Supergirl kép rémlik, hogy azzal indult el az egész. Igen. Talán még egy holdfénykonon készült ez a Supergirl kép, én még arra... Azt hiszem, pontosan nem tudom, hogy hol készült ez a kép, de akkor indult be ez az egész közösségi média, Facebook, és akkor szerintem kb. Majdnem az összes hazai cosplayes elkezdett Facebook oldalt csinálni, hogy így elszeparálja a magánéletet, úgymond így a hobbitól, és akkor így a Facebook oldalra töltötték fel, mint portfólióként így a cosplayes képeiket. Úgy, mint én is, és körülbelül egy ilyen Supergirl cosplay volt az, ami így fölkerült egy ilyen oldal, egy 9gag-re, azt hiszem, és akkor azáltal egy egyre több ember kezdett el követni, és úgymond ezáltal úgymond nőttek így a közösségi médiám, így ennek a szám része. És hogyan jött a külföld? Tehát mikor keresettek mondjuk az első külföldi rendezvény? Ez röviddel utána rögtön, vagy ez még eltartott, hogy gyűltek a követők egyelőre még a Facebookra, vagy hogyan is jött ez? Hát körülbelül olyan 1-2 éven belül, szóval akkoriban azért még nem volt annyira gyakori az, hogy az embereket, így, a cosplayeseket külföldi konokra hívták, szóval akkor még nagyon ilyen félve mentem el az első konomra, mivel nem tudtam, hogy mire számítsak, nem volt ez olyan mindennapos dolog, de körülbelül olyan, miután megkreáltam a közösségi médiámat, és úgymond elkezdett növekedni és számokat generálni, azután ilyen 2 évre ráhívtak meg az első konomra, ami Mexikóban volt. Szóval nagyon izgis volt. Nem féltél egyébként? Egyedül mentél? Nem egyedül mentem. Hát akkoriban még 21 éves voltam, szóval nagyon féltem. Nem utaztam, soha nem ültem repülőn,
nem mentem. Ugye az egy Mexikó sem a szomszédban van, tehát hogyha igazából egy nagyon-nagyon nagy távolság, tehát gondolom meg egy olyan ország, amit nem ismerünk annyira. Igen, akkoriban az egyik barátnőmmel mentem, és nagyon nagy élmény volt igazából. Nagyon érdekes külföldi konokra elmenni, meg megnézni, hogy milyen a kultúra, milyen úgymond így a konkultúra, mert hogy mindenhol máshogy szoktak konozni az emberek kicsit, és nagyon érdekes volt látni, és hatalmas élmény volt azért így 21 évesen. Mi az, ami például Mexikóban más volt, mint idehaza? Tehát ugye mondtad, hogy mennyire kultúra szempontjából is, hogy mennyire más. Tehát mi az, ami mondjuk neked nagyon szembeötlő volt, hogy teljesen más mondjuk egy magyar rendezvény? Hát most már nagyon nem más, de régebben például Mexikóban nagy a pankráció kultúra. Szóval ott volt egy külön elszeparált ilyen pavilon rész, csak így a pankrációnak. És ott inkább így az emberek, meg az embereknek a mentalitása nagyon más volt akkoriban. Most már azért így nagyjából az összes konon hasonló karakterű emberek vannak, de ott inkább így az emberek voltak mások, meg hogy egymáshoz visszanyúltak. Meg másfajta dolgokat lehetett látni így a rendezvényeken, és más volt így mond az embereknek más az érdeklődési köre, és más-más dolgok voltak úgymond piedesztára emelve. Mennyit utazol most egy évben? Tehát hogyha ugye össze kell hasonlítani, tehát milyen gyakran kell utaznod? Ha jól tudom, jövő héten is utazol. Jövő héten is igen, utazol. Jövő héten is megyek. Hát én a Covid előtt, amit nagyon sokat utaztam, körülbelül 2 hetente mentem egy más-más rendezvényre, szóval úgymond nekem az volt a munkám, hogy rendezvényekre jártam, előadtam és zsűriztem, meg vendég voltam. És mostanában így kevesebbet, mert azért nagyon megerőltető az, hogy az ember állandóan utazik és állandóan máshol van, és úgymond nincsen otthon, mert állandóan a reptereken tölti az idejét, ami... Nem panaszkodom, mert nagyon jó dolog országokat látni, más kultúrákat látni és megismerni. De ma már kevesebbet, most már 2 havonta járok egy-egy konra, szóval nem olyan sokra. Igazából ebből próbálsz megélni, vagy tehát dolgozol is mellette, vagy ebből? Tehát ezt is úgymond főállásra emelted-e? Jelenleg főállásban, szóval régebben ugye én akkor kezdtem el cosplayezni, amikor gimnáziumba jártam. És azután pedig az egyetem alatt így megfogadtam, hogy jó, rendben, adok magamnak egyetem után egy évet, hogyha abból meg tudok élni, és valamilyen szinten, úgymond karrier szinten tudom űzni, akkor azt így próbálom folytatni. És ugye, hát az így megtörtént, mivel úgymond a főállásom az volt, ugye rendezvényekre jártam, mint előadó, és akkor azóta ugye nekem a cosplay a munkám, szóval én szerintem nagyon szerencsésnek számítok ebből a szempontból, de nyilván nem mindig egyszerű. Van, amikor ez olyan, hogy valamikor jó az embernek a bevétele, van, amikor meg rossz hónapjai vannak, mivel nem jó. Szóval ez tényleg olyan, mint egy ilyen művészeti ág, hogy van, amikor így jól megy, van, amikor nem megy jól. Szóval sokan kérdeztétek ugye tegnap, hogy hogyan lehetne cosplayből megélni. Hát nehezen, mivel ez nem csak abból áll, hogy az ember utazik, hanem... más-más dolgokból, de akit mondjuk érdekel, az felteheti a kérdés később, vagy hogyha valakit érdekel, hogyan lehetne cosplayből megélni, a későbbiekben ott leszek a pultomban, szóval ha szeretnétek bármilyen kérdést föltenni, ott, ami mondjuk nem ilyen így mindenki előtt, akkor nyugodtan. Igazából ugye sok olyan cosplayesnek, akinek a főállása a cosplay, ugye van segítsége, ugye ezt teljesen önerőből csinálod, vagy mondjuk Kamuinál például ugye ott van a barátja, aki segít neki könyveket postázni, igen, ilyen dolgokban. Neked van-e bármilyen segítséged? Nekem nincsen, szóval én ezért is konozom inkább, mert hogy többféleképpen lehet cosplayből megélni, attól függ, hogy az embernek úgymond mi az érdeklődési köre. De például ott vannak Kamui vagy Kimpacu, ők például tutoriálokat készítenek nekik a YouTube, meg így a tutoriálok az első beli bevételi források. De vannak olyan cosplayesek, akik mondjuk commissionokat készítenek, szóval másoknak készítenek jelmezeket. Viszont nem tudom, hogy ez mennyire hálás munka, mivel ugye rengeteg munka, és hogyha belefektetett óraszámot megnézzük, akkor sajnos szerintem magyar pénztárcával ez kicsit megfizethetetlen. Nem is mindenki szereti megfizetni, másrészt igen. Szerintem rizikós ugye másnak úgy méretre készíteni, hogy soha nem találkoztál vele, és abba pontosan. Kell bíznod, hogy a milyen méreteket ad, de még az se biztos, hogy az ő, tehát a méretből se biztos, hogy tudhatod, hogy milyen a testalkata. Hát igen, jobb esetben, szóval ezért nagyon tapasztaltnak kell lenni varrás szempontja, hogyha mondjuk egy ilyen varrás alapú jelmez készítenek, vagy a páncél, ott azért így
a méretekkel lehetnek gondok, de az kevésbé olyan dolog, hogy mondjuk nem menne rá mindenkire. Szóval a varrós jelmezek azok, amik nagyon, nagyon tudni kell varni. És rengeteg helyen. Tudod fejből egyébként, hogy hány országban jártál? Már összeszámoltad valaha? Nem, igazából így elkezdtem összeszámolni, aztán elvesztettem a fonat, de nagyon sok helyen jártam, de így hirtelen nem is tudnám így felsorolni. És van olyan ország vagy hely, ami vagy valamiért nagyon különleges volt, vagy pedig valamiért nagyon pozitív és nagyon szeretted? Tehát volt-e kedvenc helyed? Húha, hát ezt így nehéz megmondani, mivel azért a legtöbb hely, hol jártam, én nagyon, nagyon élveztem így az ott létet, de például Costa Rica nagyon szép volt. Azért az az ország nagyon-nagyon szép, meg nagyon pozitív és nagyon kedves volt ott a cosplay közösség. Szóval jó volt látni, hogy mennyire támogatják egymást, és mennyire kedvesek voltak egymással. Meg lényegében akkor általában nem szoktam így városnézős napokra maradni, hanem általában egy elmegyek, letudom a konos dolgomat, és megyek haza, ami tudom, hogy nem annyira ideális, de ott tudtam maradni pár napot, és egy kicsit láttam így az országból is, az ország szegleteiből néhány részt, és nagyon-nagyon tetszett, nagyon jó volt, szóval mondani, az volt az egyik kedvencem, de nehéz úgy kifejezetten kiemelni, hogy ez volt a kedvenc, mivel nagyon sok országnak nagyon más-más különlegessége volt. És fejemben volt egy kérdés ezzel kapcsolatban, és most elfelejtettem. Van-e bármi ilyen, vagy fura sztorid, vagy vicces sztorid, tehát bármi, ami úgy elmentél arra a konra, és most úgy megragadt, hogy valami, amire nem számítottál, lerohantak a pultodnál, vagy most csak buta példákat hozok, de valami, ami valamiért vagy a viccessége miatt, vagy a furcsasága miatt megmaradt. Húha, hát a furcsa sztorit azt nem fogom itt színpadon elmondani. Szeretnétek? Mert az nem, az nagyon sokkoló, szóval ez egy ilyen gyerekbarát rendezvény, szóval azt hagyjuk. De igen, történtek sokkoló dolgok így rendezvényen, ami így, majd talán elmesélem, akit érdekel, de akkor nem a színpadon. A pultnál lehet akkor kérdezni. De talán így szerintem az a legviccesebb vagy legfurább, mikor az emberek ilyen testrészeket akarnak dedikáltatni, és most nem kell rosszra gondolni. Szerintem már rosszra gondoltunk, nem? Ennek már mindegy. De például valamikor egy homlokot kellett dedikálnom. Nem akarom mondani, hogy ül egy hölgy elől abban a maid cosplayben, nem mondom, hogy ő is szeretett volna dedikáltatni magulat. Szóval igen, ezek ilyen furcsa sztorik, de talán így összeírom majd egyszer, mert hogy van pár, csak amikor így hirtelen valakit rákérdez, akkor így... Ha közben eszedbe jut, akkor jó, majd így jelezd, hogy eszembe jut, akkor így jelzem. Mennyi időt töltesz most új cosplayek készítésével? Tehát, hogy minden nap dolgozol, vagy akkor kedved van folyamatosan? Igen, folyamatosan, de azért így a kreatív szakmáról tudni kell, hogy azért nem tud az ember állandóan dolgozni, mert van, amikor ő kicsit nagy elfárad benne, kiég, és akkor más dolgok fele kacsingat. Én például most így nagyon élvezem úgymond a fitness világot, így felfedeztem így az egészséges táplálkozás, meg mozgás, meg sport, és nekem most úgymond az a cosplay mellett úgymond a hobbim, ami furcsa, mert a cosplay is úgymond egy hobbiként kezdődött. Szóval, de amúgy így szinte minden nap foglalkozom cosplay-el, nem feltétlenül csak egy a készítés részével, hanem mondjuk fényképezés, retus, mert ugye nekem nincsen segítő, mert nagyon sok cosplayers ugye párban áll valakivel, vagy csapattal van, és akkor mondjuk amíg ő jelmez készít a párja, vagy a csapattárs, vagy bárki az éppen egy más-más jelmezen, vagy mondjuk a fényképen, vagy 3D nyomtatom, vagy akármilyen másmilyen cosplay részen dolgozik. Nálam nincsen ilyen, szóval én általában mindig így felosztom magamnak, hogy jó, akkor most ebben az időszakban elkészítek 2-3-4 cosplayt, és utána lefotózzuk ezt a 2-3-4 cosplayt, és utána retusálok, aztán ugye van a közösségi médián való promózás, ugye járok rendezvényekre, akkor arra is időt kell szállni, szóval nagyon sokfajta összetett dologból áll, de persze vannak olyan időszakok, amikor így eltűnök egy hónapra, így a közösség mellett szemben megjönnek, hogy sziasztok, újra itt vagyok, szóval igen, én szoktam tartani vagy kényszerpihenőket, vagy csak szintén olyan pihenőket, hogy úgymond feltöltődjek, a kreativitásom feltöltődjön. És hogyan fogadta nálad a család ezt az egészet? Tehát tudjuk, hogy Magyarországon mi a általában ugye a szülők hozzáállása annak idején főleg milyen volt, amikor mi kezdtünk cosplayezni, és hát ugye jött neked ez a nagy siker, hogy hogyan változott a szemükben ez az egész utána? Vagy hogyan látják most azt, hogy te ebből élsz meg? Hát
igazából az én családom sosem állt hozzá rosszul. Szerintem ők nem is értették igazán, hogy így mit csinálok, hanem hogy ó, kislányom, megélsz, jó, akkor rendben van. Szóval ők nem álltak soha, úgymond, hú, az nagyon fura, vagy hú, ez ilyen. Ők örültek, hogy én lekötöm magam, hogy vannak barátaim, szóval tényleg én abszolút pozitívan álltak hozzá, ebből a szempontból én szerencsés vagyok, meg úgy őket nem is nagyon érdekel. Szerintem anyukám nagyon sok ideig nem is értett, hogy én mit csinálok, vagy merre járok, szóval. Igen, nem aggódott se, hogy eltűnsz így minden második héten valamely országba, ami azt se tudja, hogy hol vagy? Nem, mert szerintem nagyon sokszor nem is tudta, hogy nem vagyok belföldön. Egyszer fölhívott, hogy kislányom, jössz vacsorára ma este, mondom, nem vagy, a Mexikóban vagyok, nem tudok oda, micsoda. Szóval igen, voltak ilyen dolgok, de... Nekem vannak még kérdéseim, de szeretném megadni a lehetőséget, hogy ti is kérdezzetek, úgyhogy oda készítettünk egy mikrofont, úgyhogy ott, ha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan álljatok fel és kérdezzetek. Ha nektek nincs kérdésetek, akkor én kérdezek, de nem szeretném. Van még 12 percünk a beszélgetésben, úgyhogy akkor átadnám nektek a lehetőséget. Van olyan, aki szeretne kérdezni? Hello! Hello! Kérhetek egy aláírást a megfelelő helyre majd? Csak vicceltem. Szóval, az volt a kérdés itt az egyik ismerősöm. Közel tudsz menni kicsit a mikrofonhoz? Persze, csak nem, én visszahallom magam. Ja. Mindjárt adnak kakaót. Igen. Szóval, hogy tervezel-e esetleg workshopot, vagy említetted, hogy edzel, és benne vagy a fitnessben, hogy esetleg magánedzést tartani valakinek, vagy cosplay workshopot? Igen, amúgy igen, itt terveztem. Konkrétan szeretnék összerakni egy kurzust kifejezetten cosplayeseknek, akik mondjuk el akarják kezdeni ugye a cosplayzést, de nem tudják hol. Szóval össze szeretnék állítani akár egy online csomagot, ami mondjuk ilyen videó, ilyen oktató jellegű videókból fog állni. Szóval igen, tervezek, nagyon sok dolog terven van. Konon igazából ezt nehéz összeszervezni, mert sosem igazából rengeteg, mondjuk, hogyha egy bizonyos cicafület, mert vagy cicafül van rajtad, azt akarnám megtanítani így a résztvevőknek, akkor az rengeteg ragasztópisztoly kell, meg rengeteg úgymond olyan dolog, amit mondjuk nem feltétlenül tudnék én hozni, mivel nekem nincsen otthon 10 darab mindenből. Szóval igen, jó lenne workshopot tartani, csak azt nagyon össze kell szervezni. Ezért gondolkodtam inkább online kurzusokban, amit majd az emberek végig tudnak csinálni, és úgymond egy ilyen mini oktató videó iskola szerűség lenne. Szóval, igen, előre felvett, vagy igen, pedig ilyen előre előre felvett, akár írásban, akár videóban is. Szóval igen, lesznek majd ilyen dolgok. Szóval akit érdekel, meg aki szeretne ezzel foglalkozni, akkor így csekkolja így a közösségi médiámat, majd úgyis be fogom jelenteni, hogyha megjelenik. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Egyéb kérdésünk van-e? Senki nem elég bátor? Kérdezek én, hogyha ti nem kérdeztek. Nem, senki nem elég bátor. Hát akkor addig beszélgessünk. Beszéljünk egy kicsit a jelmezválasztásról. Hogyan választasz magadnak karaktert? Hogy ránézel és azt mondod, hogy ez tetszik, vagy előbb játszol a játékkal, vagy nézed a filmet, és azt mondod, hogy ezt a karaktert szeretem, és azért. Hát régebben amúgy úgy választottam karaktert, hogy ezt a karaktert szeretem, és nagyon tetszik, és megélhet. Ma is nagyon sokszor úgy választok karaktert, szóval tudom, hogy mostanában, hogyha valaki megélhetési cosplayes, akkor de egy rá kell menni a trendekre, mert ugye hát sajnos úgy lesz nagyobb nézettség az embernek, hogyha éppen egy aktuális, népszerű, mondjuk jelenleg a Chainsaw Man, vagy mi megy most... Most az Attack on Titan, amik éppen jelenleg szezonális animék vagy játékok, mondjuk a Resident Evil, az most jött ki, szóval van, amikor olyan karaktert is kell választanunk, ami nem feltétlenül nagy kedvencünk, vagy hogy mondjam, hogy olyan dolog, amit nagyon meginspirál. Hanem... Meg kell nézni, hogy ki az, aki népszerű. És igen. Vagy például a Genshin Impact. Szóval szerintem nagyon sok cosplayers már tényleg úgy választ karaktert, hogyha úgymond megélhetési cosplayers, vagy mondjuk van egy közösségi médiá, és akkor azt folyamatosan akarja pörgetni, akkor ezáltal, mivel... És gondolom, sokszor nézitek azt is, a már mondjuk előre bejelentett videójátékok, vagy filmek, amik nem jöttek ki, de ugye már tervezni kell arra, hogy amikor megjelenik, akkor már ott legyen belőle mondjuk egy kész cosplay, és akkor a cégek erre szeretnek lecsapni. Pontosan. Szóval aki nagyon profis, aki tényleg úgy tolja, hogy fontosan nézi, megnézi, hogy év elején, hogy mik azok a játékok, filmek,
animék, amik ki fognak jönni, és akkor már előre el van készítve nekik egy-egy jelmez, meg már be van fotózva, vagy be van készítve mondjuk a fényképcsomag, aki mondjuk, akinek van Patreonja, és van mondjuk ilyen fotósorozatokat árul, Kofin vagy Patreonon, akkor azok már előre készülnek ezzel. Szóval, hogy a rajongók, akik mondjuk érdekel, akik szeretnek mondjuk gyűjteni fényképsorozatokat, akkor azok meg tudják ezeket vásárolni. Szóval igen, aki mondjuk tényleg megélhetésből csinálja, akkor nagyon sokszor előre készül ezekre a karakterek, és nyilván, amíg meg nem jelent a játék, nehezen lehet tudni, hogy ez a karakter éppen a kedvencem, de én személyesen, én azért nagyon sokszor választok retro karaktereket, mert én elsősorban akkor tudom kiélni a kreativitáson, hogyha olyan jelmezt látok, ami mondjuk megihlet, vagy nagyon tetszik, vagy mondjuk challenge, szóval így általában így össze-vissza szoktam. Melyik az a cosplayed, aminek az elkészítése közben a legtöbbet szentségeltél? Hogy mondjuk belekezdtél, azt mondtad, hogy ez egy tök jó cosplay lesz, és akkor elkezdted készíteni, és már a felénél megbántad. Hát azért nem sok olyan cosplay van, én nem nagyon szoktam nagyon bonyolult cosplayeket készíteni, mivel ugye nagyon sokszor járok konokra, és nagyon sokszor zsűrizem, meg éppen mondjuk dolgozom egy-egy rendezvényen, szóval sajnos én nem feltétlenül tudok mondjuk páncélban nagyon mozogni, de volt mondjuk a Zaja cosplayem, őt körülbelül másfél-két alatt kellett összeraknom, mivel határidőre készítettem. Szóval azért nagyon sokat szentségeltem, mert voltak olyan technikás dolgok, amiket itt ki kellett találni. Vagy amit nemrégiben készítettem, például Yor a Spy Family-ből, ami amúgy nagyon egyszerű cosplaynek néz ki, de azért így a gallér része azért eléggé bonyolult volt itt kitalálni, hogy jó, akkor ez most így fog állni, úgy fog állni. Szóval szerintem szinte egy minden cosplayben, még a legegyszerűbb cosplayben is mondjuk beletörhet az ember bicskája, hogyha éppen olyan technikát használ, amit még eddig nem. Mi a, közben lesem azért néha, hogy van-e valakinek kérdése, egyébként ha valakinek, jó, igen, nagyszerű. Hello. Így jó? Nem, így jó, teljesen jól hallak. Hogy nem érdekelt, hogy így cosplayben, így rövid filmekben szerepelj, 5-10 perces, és ilyesmi. De amúgy igen, én nagyon szeretnék mozgóképeket, vagy akár ilyen kisebb, dinamikus, rövidebb cosplayes videókat készíteni. Nekem azért ez egy nagy álma, mert én azért szeretem kielni a kreativitásomat, nem csak cosplay készítésben, hanem előadásban is. Igaz, ez nem annyira mutatkozik meg így a külvilág felé, inkább csak így a fantáziámban szokott megtörténni ez, de igen, nagyon sokszor gondolkodtam rajta, és de viszont ahhoz össze kell szervezni egy csapatot, mivel egyedül én azért nem tudok így nagyon túl sok mindent alkotni, szóval én folyamatosan nézem, hogy kivel tudnék úgymond kollaborálni, nem csak más-más cosplayers, hanem fényképésszel vagy videográfussal is. Szóval igen, sok minden terben van, nagyon sok mindent szeretnék készíteni, csak sajnos nagyon sokszor nincs meg a megfelelő csapat hozzá. De készíteni meg szeretnék mindenképpen. Köszi. Köszi szépen. Valaki? Mi? Na, senki? Akkor én kérdeznek, jó? Tudsz a kedvenc cosplayt mondani? Fúha, hát kedvenc cosplayem nem mondanám, hogy van, mivel általában mindig a legutóbbi, mert általában mindig, amit újat készítek, az arra mindig büszke vagyok, hogy na, ez új, ez tetszik, ebben jobb vagyok, már így fejlődtem, mondjuk varrás, vagy akármilyen technikában. Szóval általában tényleg így mindig a legújabb az, ami hogy nagyon tetszik. Szóval kifejezetten kedvencet nem tudnék mondani. Maximum azt, ami tényleg nagyon sokat dolgoztam, és nagyon technikás volt, például a Nier Automatából a Tubi. Nem csak azért szeretem azt a cosplayt, mert hogy rengeteget dolgoztam rajta, hanem azért is, mert a játék nagyon közel áll a szívemhez. És mondjuk van-e olyan ország, tehát ugye mondtad, nem tudod megmondani, hány országban jártál, de van-e olyan, ahol még nem, de mondjuk nagyon szeretnéd, hogy egyszer meghívjanak oda, tehát ilyen álom ország? Új-Zéland. Új-Zéland, mert Új-Zélandnak így a természete kincsei, azok nagyon szépek, szóval nem feltétlenül a konozás miatt akarnék Új-Zélandra menni, hanem azért, mert hogy nagyon szép ország, és nagyon chillesek ott az emberek. Japánban még nem. Japánban még nem jártam, viszont Japánban konozni nem szeretnék. Én Japánban egy civilként szeretnék menni, és körbenézni egy hónapon keresztül, szóval. Meg Japánnak így nagyon szigorúak a kritériumai cosplayesek szempontjából, szóval nem... Az ember nem mehet csak úgy rendezvényre, cosplayben, hanem ott külön vannak öltözők kialakítva, szóval nagyon bonyolult és nagyon szigorú, és én nem tudom, hogy konkrétan szerintem egy rendezvényt cosplay nélkül talán élvezetesebb körbejárni, mert úgy sokkal többet lát az ember.
Mikor voltál utoljára úgy rendezvényen, hogy nem cosplayeztél, és körbejártál, és mindent megnéztél? 2008-ban. Akkor ezt most így, most elkezdtem fejbe leszámolni. Jó. Hát amióta cosplayezem, nem jártam úgy rendezvényen, hogy nem voltam cosplayben, és csak úgy mászkáltam, és nem csináltam semmit. Mindig volt dolgom. És nekem még egy utolsó kérdésem van, néha azért lesem, hogy valakinek lenne. Igen, akkor parancsolj. Szia. Azt szeretném megkérdezni, hogy állsz a párkapcsolata, és mennyire tudod megengedni a munka mellett? Tessék. Hogy állsz a párkapcsolata, és mennyire tudod megengedni a munka mellett? Párkapcsolata? Hát azért régebben nem tudtam, mivel nagyon sokat utaztam. De most így jól állok a párkapcsolattal. Köszönöm szépen. Mit akartam utoljára kérdezni? Látod, elfelejtettem az... Igen, megvan. Meddig tervezted ezt csinálni a jövőben? Azt mondják, hogy a cosplay kortalan. Hát, szeretnéd életed végéig ezt főállásként megtartani, vagy még nem tudjuk, mit hoz a jövő? Nem. Hát főállásként biztos nem. Azért nem, soha nem gondoltam volna, hogy cosplay a főállásom lesz elsősorban. Ez csak úgy kialakult. Csak így mentem a flow-val, és akkor hirtelen eltelt 10 év. Szóval... Vagy esetleg például, ugye Jaja Han egy német származású, de Amerikában ismerté vált cosplayes, ő például idővel egy saját brandet épített fel, és ugye most már, bár ő is még utazik, de igazándiból már van egy csapat a háta mögött, akik a saját brandelt termékeit gyártják. Hát igen, viszont Jaja Han ugye Amerikában lakik, és Amerikában tevékenykedik, és ott azért sokkal egyszerűbb úgy brandet kialakítani, hogy mondjuk mindig rendezvényel jár, és ott árulja, így úgy tudom, hogy neki kiegészítői vannak, ilyen cosplayes cicafülek, szárnyak, stb. Igen, szóval meg van anyag, ilyen cosplayes, hát ilyen főként ilyen cosplayekhez felhasználható ilyen méteráruk. Hát itthon szerintem ez annyira nem kivitelezhető, viszont ugye, ahogy említettem, hogy engem ugye a fitness világ nagyon érdekel, szóval én szerintem abban fogok így a továbbiakban mozogni, de nem hiszem, hogy a cosplayt ezt így valaha feladom, mert nyilván kortalan, de lesz azért olyan időszak, amikor már nem havonta csinálok cosplayt, hanem mondjuk évente egyet, és akkor nagyon elégedett leszek magammal. Majd meglátjuk, ezt így nehéz megmondani, hogy most 10 év múlvára mit fogok csinálni, de nem tervezem ezt úgymond főállásban csinálni életem végéig, de ugye sose lehet tudni. Én általán csak így menni szoktam a flow-val, és úgymond élni a lehetőségeimmel. Nem tudom, ha nincs több kérdésünk, pontosan most jelt le az időnk, úgyhogy akkor szeretném megköszönni, hogy ma itt voltál velünk, és egy nagy tapsot szeretnék kérni akkor még Angie-nek. Köszi szépen! Mi pedig folytatjuk nem sokára egy előadással, ami azt hiszem Star Trek lesz, úgyhogy ne menjetek el! Sziasztok!